Sajnos igen sok lakást tűzhöz riasztják a tűzoltókat. A társasházak esetében mindig fel kell készülniük a tömeges mentésre. Amennyiben tüzet észlelünk, és már mi magunk nem tudunk elbánni vele, azonnal tárcsázzuk a 112-es segélyhívó számot. Ha nem bírunk vele, illetve a testi épségünk veszélyeztetve lenne vagy kerül, akkor természetesen hívjuk a szakembert, fogják érkezni a tűzoltók, el fogják oltani a tüzet. Gyakran előfordulhat az, hogy mondjuk egy embernek lángra kap a ruházata. Ilyenkor nagyon fontos, hogy minél előbb ezt a ruhát, ha tudjuk, akkor vegyük le magunkról. Ha másképpen nem tudjuk, akkor hemperegjünk a földre, tehát forogjunk ezzel is, el lehet oltani a, a lángokat. Vagy ha látja valaki, akkor természetesen itt is hasznos lehet akár egy pohár vagy egy vödör víz. Természetesen a legfontosabb az, hogy minél előbb szabaduljunk meg az égő ruházattól. A tűz által keletkezett füst ellen jóha nedves ruhával törölközővel takarjuk el arcunkat, szánkat, valamint fontos, hogy a talajhoz minél közelebb legyünk, hiszen a füst föntről lefelé száll. Nagyon fontos ilyenkor, hogy a szomszédokat, alattunk, fölöttünk lévőket minél előbb értesítsük, akár úgy, hogy csengessük fel, zörgessünk. Tehát mindent el kell követni annak érdekében, hogy észleljék, hogy baj van, hogy el kell hagynunk az épületet. Ilyenkor tényleg az, hogy a legszükségesebbet vegyünk magunkhoz. Gondolok én arra, hiszen gyakran előfordult ilyen, hogy valaki inzulinnal él, vagy szükséges gyógyszereit vegye magához, esetlegesen egy melegruált melegkabátot, hiszen azért nem lehet tudni, hogy mennyi ideig kell az utcán tartózkodni. Tűz esetén mindenkinek el kell hagynia az épületet, és ami még nagyon fontos, hogy a mentésben résztvevők utasításait a házban élőknek be kell tartani.